Elsősorban fertőtlenítő szereket gyártanak majd a Kaola Martonvásár melletti ipari parkban telepített új gyárában. Az üzemet olyan technológiával szerelték fel, mely képes nagyobb mennyiségű alkoholos és alkoholmentes fertőtlenítő szerek előállítására is. Így az egészségügyi ellátás biztonság fenntartásához is hozzá kívánnak járulni az új beruházással. A 192 éves múlttal rendelkező cég elnök vezérigazgatója úgy fogalmazott, a most átadott üzem híd múlt és jelen között. A gyártóüzemünk a naperőmű telepítését követően teljes egész évben Közép-Kelet-Európában egyedüli módon megújuló energiafelhasználással fog működni. Az infrastruktúrális fejlesztések mellett kiemelt stratégiai célunk továbbá azon neves márkák visszaszerzése is, amelyek régen a Kaola által lettek ismertek emberek milliói számára. Az elmúlt bő egy évtized arról szólt Martonvásáron, hogy a város saját kezébe vegye a sorsát. Ezen az úton jelentős mérföldkő a mostani gyáravató. Erről már a térség országgyűlési képviselője beszélt az avatón. Az eddigi fejlesztéseinknek szinte kivétel nélkül mindegyike, vagy sikeres pályázatok, vagy Magyarország kormányának közvetlen támogatása révén valósult meg, és leginkább az itt élők életminőségét volt hivatott javítani. Zömmel nem bevételeket, hanem kiadásokat generálva a város költségvetésé számára. Most viszont a betelepülő vállalkozás által a város bevételei is gyarapodhatnak, így a jövőben képessé válhat a város anyagilag is még inkább a saját lábára állni. A beruházással új munkahelyeket is teremtettek. Mint az átadón a pénzügyminiszter elmondta, 2010-ben azt a célt tűzték ki, hogy 1 millió új munkahelyet teremtsenek az országban. Ezt mostanra sikerült elérni. Jelenleg 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon, szögezte le a miniszter. Hozzátéve, hogy ezt a célt csak a magyar gazdaság szereplőivel karöltve lehetett elérni. Csak az egészségipari támogatási program keretében az elmúlt években 83 egészségügyi fejlesztés valósult meg a kormány támogatásával, köztük a jelenlegi beruházás is. Ez a program, a kormány által elindított program 87 milliárd forint értékben támogatott vállalatokat, cégeket. 83 egészségügyi fejlesztés valósult meg ennek kapcsán, és örömmel mondhatom, hogy bár még vannak fehér foltok, de ma jóval biztonságosabban tud az ország szembenézni bármilyen kihívással, mint 2019-2020, tehát a Covid világjárvány indulásakor. A nagy múltra visszatekintő tradicionális magyar vállalkozás új üzemében műtéti fertőtlenítők, kéz- és bőrfertőtlenítők és felületfertőtlenítők gyártása válik lehetővé. Ezzel tovább erősödik a kezdetekkor kozmetikumokkal foglalkozó cég, mára már jóval szélesebb profilja.